2005-ös születésű, úgyhogy sok van neki hátra. Lényeg, hogy szokja a világversenyek légkörét, és megint itt tudott lenni a fináléba, ez már egy őrült nagy dolog véleményem szerint. Ő egy nagyon szép orsóval kezd. Az első az egy kör alatt, a másik két kör alatt volt végrehajtva. Ő is megcsinálja a Vugoniánt, szép zárt lábbal a három orosz kanyarlatot. Sivadó vándorral megy vissza. Őnek is itt jönnek a floppok, egy picikét nyílt a lába benne. Most jönnek majd azok az ollók. Tessék nézni, hol van a lába, hol van, kíváncsi, hogy erre bejön-e a taps. Természetes, hát ezt így kecse. És itt egy pici baki, ez nagy kár érte. Ez bizony tizedeket fog jelenteni, súlyos tizedeket, illetve századokat, itt azok döntenek már. A leugrás az úgy gondolom nagyon jó volt, hát. Én elfogult vagyok, úgyhogy én nem mondok semmit. Meglátjuk, mire volt elég. Az ollói gyönyörűek voltak. Viszont ott annyira föltette Kovács István edző, gratulál neki. Annyira föltette azokat az ollókat, hogy... Azon múlhatott, ugye? Talán, igen, ez a pici megingás. Mert itt látom a Vugoniánba, szépen nem ér hozzá a lóhoz, rendezett a lába. Ez szokott Krisztiánnál kritikus lenni. Itt van egy pici hozzáérés a egy lábasnál. De ez gyakorlatilag majdnem mindenki hozzáér. Ezt nagyon nehéz megbontani a páros körzéseket úgy, hogy ne érje hozzá a lóhoz. És még a leugrását mondom, hogy a leugrása lehetett volna egy